Az eddigi tervek szerint a járvány ellenére is a megszokott módon fogják megtartani az érettségi vizsgákat a középiskolákban. Az intézmények munkatársainak szükséges lesz betartatni bizonyos szabályokat, másfél méteres távolságot biztosítani kell a fiatalok között, illetve a fertőtlenítést és a szellőztetést a tantermekben. Stábunk a márciusi megszorítások előtt Niedermayer Esztert, idén érettségiző tanulót kérdezte az érettségivel kapcsolatban. Az igazgatóság bevezette azt, hogy az oktatás az órarend szerint fog folyni, és hogy minden órán ugyanúgy be kell jelentkezni, mint hogyha iskolában lennénk. Ezzel kicsit megkönnyítették a dolgunkat, és egy picivel jobban is tudunk készülni, de szerintem mindannyiunk nevében mondhatom azt, hogy nem lesz könnyű feladat, mivel már lassan egy éve ülünk otthon, és nyilván nem fogják tudni úgy átadni az anyagot még kamerán se a tanárok, mint ahogy azt jelenlétibe tennék. De hogyha kellő szorgalommal és odafigyeléssel fogunk tanulni, akkor talán normálisan teljesíthető lesz az érettségi. Schön Kratzmeier Beatrix, a Banki Donát Technikum igazgatója elmondta, idén 3 osztály fog érettségizni az iskolában. Hozzátette, az idei évben nem kell Székesfehérvárra utaznia annak a 60 diáknak, akik informatikából emelt szintű érettségit tesznek majd. 3 osztályunk van, akik kicsit nehezen ugye a digitális oktatás okán, de készülnek az érettségire, közép és emelt szinten egyaránt. A diákok hát egy kicsit nehezen élik meg most ezt, hogy nem tudnak személyesen találkozni a kollégákkal, de úgy gondolom, hogy jól működő rendszer jelenleg ez a lehetőségekhez képest. Érdekesség az, ami idén először, hogy közel 60 diák az emelt informatika érettségit iskolánkban fogja megírni. A Széchenyi István Gimnázium intézményvezetője Kratzmeier Zoltán stábunknak elmondta, immáron második éve fogadja az angol nyelvvel emelt szinten érettségiző növendékeket az iskola. Úgy fogalmazott, a helyi diákoknak ez egy könnyebbség, hiszen nem szükséges Székesfehérvárra utaznia a tanulóknak az írásbeli vizsgák miatt. Most már második éve tartó állapot a Széchenyi Gimnáziumban, hogy az angol nyelvi emelt szintű érettségi vizsgáknak az írásbeli része a mi intézményünkben lesz. Ez egy nagy könnyebbség a Dunai Városi diákok számára, ugye jelentősen sok angol nyelvű érettségizője van mind a gimnáziumnak, mind a városnak, tehát ezeknek a vizsgázóknak nem kell Székesfehérvárra utazniuk. Ez egy jelentős könnyebbség. Jelenlegi információk szerint az idei évben megtartják majd mind az írásbeli, mind a szóbeli érettségi vizsgákat a középiskolákban, és a tananyagban sem történik változás az online oktatás ellenére sem.